Azokat az információkat, amelyekre, amelyekre most szükség van. Bemutatták a Békés Megyei Összefogál Nevezésű weboldalt kett délelőtt a házán. Az oldalt még a koronavírus járvány kezdetén, 2020 első fél évében indította el a Békés Megyei Önkormányzat. Az akkori cél az volt, hogy összekapcsolja mindazokat, akik segítséget szeretnének nyújtani, vagy a pandémia kapcsán bármilyen segítségre szorulnak. A Békés Megyei Védelmi Bizottság felkérésére újraindították az oldalt az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt. Segíteni szeretnének mindazoknak, akik otthonukat hátrahagyva Ukrajnából Magyarországra, vagy azon belül is Békés Megyébe érkeznek. Egyrészt olyan fajta felajánlások szülessenek, amelyre valóban szükség van, akár anyagi, akár tárgyi, akár szolgáltatás jellegűek. Erről tájékoztatjuk az oldalon az odalátogatókat, illetve ha megszületik egy ilyen felajánlás, akkor közvetlenül annak a karitatív szervezetnek arra a településre, vagy arra, abba az ország részbe tudjuk eljuttatni a felajánlást, összekötni a partnereket, eh, ahol erre leginkább eh, szükség van, és akiknek leginkább szüksége van rá. Elhangzott fontosnak tartják azok támogatását is, akik Kárpátalján maradtak. Zalai Mihály kiemelte, kettős célja van a Békés megye összefog nevezésű weboldalnak. Szeretnénk generálni is a, felajánlásokat, hiszen, hiszen, nagyon sok segítségre van szükség, és, és látjuk azt például Kárpátalján, hogy, hogy Kárpátalja gyakorlatilag megtelt, az ott élő, akár magyar, akár ruszin embereknek ez óriási terhet jelent, illetve Magyarországról is nagyon sokan érkeztek, és most már Békés megyében is szép számmal akadnak Ukrajnából ide menekültek. Tehát szeretnénk, a, szeretnénk generálni ezt a felajánlásokat, illetve szeretnénk, szeretnénk a, a, az, abban segíteni, hogy oda jusson és olyan segítség jusson, amire leginkább szükség van. A karitatív szervezetekkel egyeztetve összegyűjtötték azt, hogy a menekültek ellátásában milyen anyagi, tárgyi vagy szolgáltatásbeli segítségre van szükség. Az együttműködő segélyszervezetek között van a Magyar Mátai Szeretett Szolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretett Szolgálat, a Magyar Vörös Kereszt Békés Megyei Szervezete, a Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány, valamint a Szeged Csanádi Egyházmegyei Karitász.